2009. október 15-én kijött egy rendelet, ami megjelent a magyar közlönyben, és ez azt tartalmazta, hogy a szállásadóknak is, tehát akinek 55-1-től 55-3-ig van a sokféleképpen nevezik, jelenleg ÖVTJ kódja, már gyakorlatilag a szállásadók ide tartoznak, magánszállásadók is, neki kötelezővé tették a pénztárgépet. Tehát itt még nem az online pénztárgépről beszélünk, hanem a pénztárgépről. Annyi könnyítést tettek annak idején itt a jogszabálynál, hogy aki kizárólag számlával tett eleget a nyugtadási kötelezettségének, annak nem volt kötelező pénztárgépet használni magánszemélyként természetesen. Majd 2014. februárjában életbe lépett az a rendelet, mely szerint a szállásadóknak kötelező az online pénztárgép használata. Ez alól azok mentesülhettek, akik hetente ügyfélkapun keresztül tettek eleget bejelentési kötelezettségüknek. Mi is, a FATOSZ is nagyon sokan jelezték, hogy ez kivitelezhetetlen, és akkor még ezen a napon, február 28-án megjelent egy újabb rendelet, ami módosította ezt az eredeti rendeletet, ami március 17-ig adott határidőt arra, hogy a szálláshely szolgáltatók, akik már 2013. szeptember előtt is kizárólag számlával tettek eleget a nyugtadási kötelezettségüknek, nekik volt egy olyan lehetőségük, hogy egy úgynevezett PTGSLAB nevű nyomtatványon, szintén elektronikusan ügyfélkapunk keresztül kérhettek mentességet, ez alól a heti bevallás alól, illetve természetesen az online pénztárgép használata alól. A 2015-ös év ez egy új fejezet itt az online pénztárgépes rendeletben, ugyanis most már az idei esztendőben mindenkinek bevallást kell nyújtani, attól függetlenül, hogy mikor kezdte a vállalkozási, illetve szállásadási tevékenységét. Természetesen arról beszélünk, aki nem használ online pénztárgépet. 2015. február 15-e volt ez a határidő, amikor mindenképpen be kellett már jelenteni annak, aki 2015. január hónapban számlát bocsátott ki, tehát vendéget fogadott. Ehhez van rendszeresítve egy úgynevezett PTGSLAH nevű nyomtatvány, amit szintén ügyfélkapun keresztül kell beadni, pontosan kitölteni. Én azt gondolom, hogy a könyvelő ebben tud segíteni, aki ebben nem gyakorlott, az mindenképpen vegye igénybe könyvelő segítségét. Az Országos Szövetséggel karöltve a Hévízi Szobakiadók Szövetségének is az a célja, hogy bizonyos könnyítéseket érjenek el. Legutoljára február 3-án voltunk a minisztériumban, ott folytattunk tárgyalást. Ígéretet kaptunk arra, hogy megvizsgálják, hogy milyen könnyítést tudnak bevezetni. Talán arra van esély, hogy esetleg papíralapon kell majd, és nem kell ezt az ügyfélkapust rendkívül bonyolult módszert alkalmazni, de a havi bevalláshoz valószínűleg ragaszkodni fognak. Hamarosan megszervezik az éves közgyűlésüket, milyen főnapi rendi pontok várhatók, illetve miért fontos, hogy megjelenjenek a szobakiadók? Igen, március 5-ére 17 órára tűztük ki a rendes évi közgyűlésünket, ezt is a szokásos helyen a polgármesteri hivatal dísztermében fogjuk tartani. Itt sor kerül tisztségviselő választásra, azon kívül alapszabálymódosításra is, meg akarunk felelni az új PTK követelményeinek, ezen kívül a szokásos napirendi pontokkal fognak még találkozni az érdeklődők. Mindenkit szeretettel várunk az eseményre természetesen.